Сьогодні в випуску. Заміна даху в обласній дитячій лікарні за кошти угорського уряду. Освітня програма «Міст до вищої освіти». Діяльність кафедри словацької філології в Ужгородському національному університеті. Дні угорської культури на Закарпатті. Január 18-án került sor a Kárpátaljai Megyei Gyermek Kórház rekonstruált tetőszerkezeteinek ünnepélyes átadására. A rendezvényen tiszteletüket tették a magyar kormány és Magyarország ungvári főkonzulátusának képviselői, valamint az intézmény főorvosa is. Завершений перший етап реконструкції інфекційного відділення, проведений капітальний ремонт покрівлі. Це вартістю ці всі роботи приблизно до 1 000 000 гривень. Знаєте, я радий не самому процесу, а я радий результатам. Тому що коли є зроблена конкретна робота, це дійсно є приводом для радості. Розмови про щось, а потім, не дай Бог, не робиться, це якраз привід для розочарування. Ми маємо, слава Богу, дуже хороший досвід, що наші плани, які ми планували 1,5 року тому назад, на сьогоднішній день повністю реалізовані. Két esztendővel ezelőtt ígértük meg a Munkácsi Kórház vezetésének, hogy akkor is láttuk, hogy beázik a gyermek kórház épülete is, hogy a tető lefedését vállaljuk. A kárpátaljai egészségügy támogatása egy óriási terület, hiszen úgy látjuk, hogy az egészségügyi ellátás minden területén segítségre szorulnak jelenleg. A közel 1 000 000 hrivnyába kerülő felújítás nem jöhetett volna létre magyar szomszédaink támogatása nélkül. Це робота була зроблена в партнерстві з Угорщиною. 50% це були наші зобов'язання, половину ми робили, іншу половину це була добра воля угорської сторони, і вони виділили на це 4,5 мільйона форентів і зробили другу частину. Hát én azt gondolom, hogy most a mai napon került sor arra az eseményre, hogy a helyszínen is megnéztük azt a valóságot, ami korábban csak papíron létezett. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan segítségnyújtás, amely valóban független a két ország jelenlegi kapcsolatától, és minden további nélkül fogunk segíteni a jövőben is, ahol szükséges. Hát az élet minden területén hosszú évek óta jelentős segítséget nyújt Magyarország Kárpátaljának, nem csak a magyar szervezeteknek, hiszen 3 esztendő alatt egy 120 millió eurós gazdaságfejlesztési program zajlik jelenleg is. Több mint 13 ezer nem magyar kárpátaljai vett részt a magyar állam által biztosított ingyenes magyar nyelvtanfolyamokon. Magyar Kulturális Centrum épült Rahón és épül jelenleg Munkácson és Ungváron, de ha most itt mindenről szeretnék beszélni, akkor mindannyian megfagynánk, mert holnap estig tudnám folytatni. A magyar kormány támogatása nem csak papíron, hanem valóságban is megmutatkozott. Magyarország kormánya 4,5 millió forinttal segítette a tetőszerkezet felújítását, hiszen a helyi magyar közösség számára ez az épület nem csak kórház, hanem történelmi emlék is. Számunkra ez egy történelmi épület, hiszen a Munkácsi Kórház komplexum épületei közül ez az egyetlen, amely még az osztrák-magyar monarchiába Ferenc József császársága alatt épült. A elmúlt időszakban, nem olyan régen, a főkonzulátuson főigazgató úrral írtuk alá azt a megállapodást, ami alapján Magyarország kormánya 4,5 millió forint értékben támogatta ezt a beruházást. És azt gondolom, hogy ez most szemmel látható módon nem csak papíron történt meg, hanem itt a valóság kézzelfogható része, és az épületnek a további állag megoldása ezáltal megtörtént, és vélelmezhetően jövőben ugyanúgy fogunk támogatást nyújtani a kórház számára, mint ez eddig is történt. A két ország közötti partnerkapcsolat folytatódik, így a jövőben is készülnek újabb projektek megvalósítására. Na сьогоднішній день ми здали всі необхідні заявки на грант по транскордонному співробітництву і разом з лікарнею Нірідгази та обласною інфекційною лікарнею. Це буде проект по інфекційній безпеці, і він буде включати в себе також і капітальний ремонт відділення, створення системи очистки сточних вод і лабораторію для дослідження бактерій і вірусів.
Számos olyan projekt létezett az elmúlt időszak során, amit Magyarország támogatott, legyen ez a vakcinaszállítás, mert ugye ideig 5000 adag vakcinát hoztunk Kárpátaljára, az elkövetkező időszakban 15000 újabb adagot fogunk szállítani. Ahogy kormánybiztos úr az előbb elmondta, tervezzük azt is, hogy a jövőben a 2018-19-es ukrán igényeket, oltás igényeket megpróbáljuk teljesíteni, erre vonatkozó megállapodások elkészültek, és azt gondolom, számtalan helyen legyen az pedagógus, orvos támogatás, újságíró támogatás, vagy egyéb olyan beruházások legyen az óvodaépítéstől kezdve iskolaépítésig, ez mind-mind Magyarország részéről támogatásra kerül, és ezt folytatjuk a jövőben is. A fennálló problémák ellenére a magyar kormány továbbra is támogatni kívánja a kárpátaljai magyar közösséget, és célul tűzte ki az orvostudomány szintjének emelését is régiónkban. Vor kurzem hatte das Goethe-Institut Ukraine eine Infoveranstaltung organisiert. In jeder ukrainischen Stadt wurde den Schülern das Projekt Studienbrücke und seine Möglichkeiten deutlich erklärt. Mit hohem Wunsch haben sich viele Interessierten im Zentrum des Goethe-Instituts in Ulkerod gesammelt. Das Projekt für die Schüler der 9. Klassen und diese Schüler können dann nach der 11. Klasse direkt an deutsche Universitäten, an den deutschen Universitäten studieren und so auch Deutschland kennenlernen. Den zukünftigen Abiturienten wurde aufgeklärt, wer an diesem Projekt teilnehmen kann und welche Teilnahmebedingungen gibt. Die Schüler sollen, wie gesagt, in der 9. Klasse sein und sie sollen mindestens Niveau A2 haben und zusätzlich klar Wunsch in Deutschland studieren. Wir haben Standardpapiere, sie müssen ein Formular ausfüllen mit Namen, Schule, Adresse und so weiter. Sie müssen auch Zeugnisse aus der Schule vorzeigen und sie müssen auch zeigen, wie gut sie Deutsch können, also mit einem Zertifikat. Die Schüler sollen sich natürlich eilen, weil die Fristen des Projekts einige Beschränkungen haben. Die Schüler haben jetzt 3 Monate, um ihre alle Formulare und alle Papiere abzugeben und das Projekt dauert dann für sie 2 Jahre, die 10. und die 11. Klasse. Die Kinder hören die Lektorin sehr aufmerksam zu, während sie auch die zukünftigen Pläne des Projekts kommentiert. Ich denke, das Projekt wird auch weiter sozusagen leben und sich weiterentwickeln. Wir sehen, dass in den letzten 3 Jahren die Anzahl der Interessenten sich vergrößert hat und ich hoffe, wir werden auch dieses Jahr neue Stipendiaten bekommen. Die Schüler können und mögen sehr gerne Deutsch. Deshalb schmieden sie schon jetzt ihre eigenen Pläne dafür. Ich lerne Deutsch seit 8 Jahren. Ich interessiere mich für die deutsche Sprache, Mathematik. Ich lerne Deutsch für 4 Jahre und ich will in dieses Projekt dieses Jahr gehen. So warten schon die Schüler auf den Beginn des Programms, um alle ihre Pläne am schnellsten zu realisieren und natürlich nach Deutschland zu fahren. Стоїмо ведля Ужгородської народної університі. Днес прийшли сме навштівити студентів та учителів катедри словенської філології. Ідемо. Катедра словенської філології є єдиною на Україні. Її знік праве в Ужгородській народній університі є дослідком довгої традиції вивчування. Словенський язик, ако другий словенський язик, традиційно студую на філософській факультеті. В року 1994 се зачала приправа одборників зо словенського язика а літератури на базі катедри Всеобецної а словенської язиковеди Ужгородської штатної університі, яка була в року 1996 трансформована на катедру словенської філології. На катедре маємо зараз 2 відбори, то є словенський язик а література, а чеський язик а література. Dokonca v minulom akademickom roku mali sme prvých bakalávrov odboru Český jazyk a literatúra. Teraz máme nového lektora zo Slovenskej republiky a taktiež aj z Českej. A pomocou Slovenskej republiky, lektorátu slovenského jazyka, máme aj knižnicu, čiže môžu si požičiať naši študenti aj odbornú, aj umeleckú literatúru, aj jazykovednú, literárnu a tak ďalej. Čiže dokonca toho máme dosť.
No a k dispozícii máme asi 4 učebne. Od prvých dní na slovenskom oddelení univerzity prváci intenzívne študujú súčasný slovenský jazyk s lektorom zo Slovenska, ktorý tu pracuje na základe vyslania ministerstvom školstva Slovenskej republiky v súlade s medzištátnou dohodou našich krajín. Asi 7 predmetov prednášam, najmä teda ťažiskový predmet je slovenčina pre cudzincov, to je v prvom ročníku, to je taký celkom... Okrem toho, že je to ťažiskový predmet, má aj takú vysokú dotáciu, že je to vlastne 5 seminárov za týždeň, pretože cieľ je taký, aby tí prváci už po prvom ročníku ovládali slovenčinu na úrovni B1. Potom samozrejme môj osobne ťažiskový predmet je literatúra, lebo literatúru som vyštudoval a teda učím literatúru druhej polovice 20. storočia, tu s touto partiou študentov. A potom ešte učím literatúru súčasnú po roku 89. A potom ešte viaceré ďalšie jazykovedné predmety, ktoré už nie sú také ťažiskové, ale tiež sú veľmi dôležité, ako napríklad ortografia, štylistika alebo povedzme retorika. Počínajúc s druhým ročníkom sa všetky základné lingvistické a literárno-vedné disciplíny prednášajú v slovenskom jazyku. Ročníkové, bakalárske a magisterské práce študenti píšu po slovensky. Počas štúdia majú posluchači možnosť veľa raz pobudnúť v Slovenskej republike v rámci študentských mobilít, semestrálneho štúdia na slovenských univerzitách, prevažne v Prešove a Košiciach, na letnej škole slovenského jazyka SAS pri Univerzite Komenského v Bratislave a podobne. Snažím sa, alebo teda môj, aj ako študent som mal rád, keď sa na hodinách snažil teda ten pedagóg nejako konverzovať so svojimi študentmi, takže snažím sa tiež klásť otázky a skôr sa snažím o nejaký diskusný prístup. Samozrejme, nevždy to ide, najmä keď človek učí, povedzme, tú štylistiku, kde treba prebrať naozaj veľa tých odborných termínov, odborných rozdelení a tak ďalej. Ale povedzme, mám veľmi rád, keď sa literatúra učí takým spôsobom, že naozaj, že nejde o takú prednášku toho, že kto je či dobrá alebo zlá postava, ale ide naozaj o takú interpretačnú diskusiu. Čiže o to sa snažím, nevždy to samozrejme ide tak, ako by to malo ísť, ale to je taký moja základná stratégia, ak to tak môžem nazvať. Vyučovací proces na katedre slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity zabezpečuje odborné zdatný kolektív učiteľov. O vysokej úrovni medzinárodnej odbornej spolupráce svedčí aj to, že pracovníci katedry vystupujú ako oficiálni oponenti dizertačných a habilitačných prác na Slovensku. Slovenská republika nás podporuje a vďaka slovenskému konzulátu tiež opravili sme niekoľko učební a dokonca máme aj jazykovedný kabinet, kde naši študenti majú ako také praktické cvičenie, čo sa týka tlmočníctva. Na Užhorodskej národnej univerzite je vytvorená primerná základňa na kvalitnú prípravu bakalárov, špecialistov a magistrov, ktorí si za svoj študijný program vybrali slovenský jazyk a literatúru, čo im dáva možnosť aj v podmienkach súčasnej nezamestnanosti nájsť si zamestnanie v svojom odbore. Pracujú v školách, učilištiach, gymnáziách, na univerzitách, v administratívnych inštitúciách, v rozhlase a televízii, turistických firmách, na konzuláte a podobne. V roku 2013 oddelenie otvorilo ďalšiu špecializáciu – český jazyk a literatúra. Oddelenie českého jazyka a literatúry vzniklo v roce 2013. Ale tradície češtiny na univerzite bylo od samého začiatku. Z roku 50. letech sa začalo prednášať češtinu ako druhý slovenský jazyk. Aj český jazyk, češtinu, aj českú literatúru, a to v rôznych predmetech. A máme dva programy. Program bakalávru a program také máme magistru. Program bakalávru trvá 4 roky a je tam česká fonetika, morfológie, stylistika, syntax. Také máme dejiny Česka máme už v prvním ročníku, ve druhém ročníku už sa začínají predmety jenom češtine a pomáha nám v tom český lektor. Máme kabinet bohemistiky, máme veľkú literatúru, literatúra sa týče aj české kultúry, aj české literatúry, aj české jazykoviedy a studenti majú možnosť také
praxi na území České republiky po prvním ročníku, po druhém ročníku, po třetím ročníku. Každý rok dostáváme z České republiky přihlášku na letní školu Karla Havlíčka Borovského a tam studenti mají prax jako žurnalisty. Неможно обійс перекладательську а тлумачницьку чинність колективу катедри. Ведь без її працівників, а найліпших абсолвентів і студентів, садніс не заубідєш явне українсько-словенське стретнуття на найрозличніших уровнях. Každý ročník máme nějakou praxi na Slovensku. Například na prvom ročníku jsme byli na Slovensku až 2 týdny. To bola nejaká, kedy sme sa oboznamovali s tým jazykom slovenským, s jeho s tradíciami Slovakov, tam so zvyčajmi a tak ďalej. No na druhom ročníku už sme mali dialektologickú prax a skúmali sme dialekty slovenské. Tiež boli sme asi týždeň na Slovensku. A na treťom ročníku máme takú prax, keď ideme na Slovensku, napríklad do Prešova, na celý semester a študujeme tam. Chodíme tam aj na prednášky, na lekcie, no ale skúšky skladáme tu v Užhorode. Tak to bolo veľmi zaujímavá prax, táto časť môjho života. Navždy budem to pamätať, lebo to bolo, možno povedať, že najlepšia, neviem, veľa spomienok, veľa nových známostí, nových ľudí a tak ďalej. Študovala som od prvého ročníka v slovenskej škole a tak som sa rozhodla, že nejako spojím svoj život s Slovenskom, s slovenským jazykom, so slovenčinou. A možno chcela by som sa stať nejakou tlmočníčkou alebo prekladateľkou a venovať sa niečomu takému v tejto sfére. Pracuje veľmi dobrý, taký skúsený a kvalitný pedagógovia, lektori a naozaj je to zaujímavé a nevidím už seba na nejakej inej katedre, lebo táto katedra naozaj poskytuje veľmi veľa možností, aj možnosti pre cestovanie. Сучасні словенські та чеські язики сьогодні учать не лише філологи, але й студенти міжнародних стягів. Займаються вони цовниці, пограничниці, підникателі, замістанці штатної справи, дипломати. Všetko to vyvolalo tlak na vytvorenie vedecko-metodického centra slovakistiky pri Užhorodskej národnej univerzite. Když dozvedela jsem, že na Užhorodské univerzitě bude výuka českého jazyka a literatury, tak myslela, bude to pro mě velmi dobře, protože miluji jsem slovenský jazyk a myslím, že čeština je pro mě možná nejlíp. Ve 4. ročníku už před statnicemi, tak mám trochu trému, ale mám radost, protože už dostanu diplomku a začnu pracovat. Ano, máme, už 2x byla jsem v České republice, byla to letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského, byli jsme tam týden, měli různé úkoly, které se týkaly žurnalistiky, ale pro nás, jak pro bohemistu, bylo to také zajímavé. Nové spoločenské podmienky na Ukrajine, jej integračné zameranie na Európsku úniu, intenzifikácia ukrajinsko-slovenských vzťahov vo všetkých oblastiach života, snaha zakarpatských Slovakov o zachovanie svojej národnej identity, ich záujem študovať slovenčinu tu, doma, na zakarpatskej Ukrajine, pozitívne stimuluje užhorodskú slovakistiku neustále zvyšovať svoj odborný potenciál, ktorý bude schopný reagovať na nové výzvy a požiadavky. A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én. Annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekén a himnusz kéziratát. Beregszázon koszorozással emlékeztek meg az évfordulóról Kölcsey Ferenc emléktáblájánál. Kedves technikus vendégek, itt állunk Kölcsey Ferenc emléktáblája előtt, és emlékezünk a himnusz megírásának 195. és Kölcsey Ferenc halálának 180. évfordulóján. A magyar kultúra, kimondhatjuk, hiszen több mint 1100 éve jelen van a Kárpát-medencében, Európában, így határozottan mondhatjuk az európai kultúra része. Az a kultúra, amely
szépítette, bővítette, színesítette és erősítette Európát. A koszorúzás előtt a vendégek és részvevők közösen elénekelték a magyar nemzeti himnuszt és a szózatot. Isten áld meg a magyar, jó kedve bőséggel. A koszorúzáson részt vettek Magyarország beregszázi konzulátusának képviselői, a magyar kultúra lovagjai, valamint a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság alelnöke is. Tisztelt egyedültek, tisztelt ünneplők! Mint már elhangzott, és ahogy köztudomású, ugye azért ünnepeljük ma a Magyar Kultúra Napját, mert úgy tudjuk, hogy és minden valószínűség szerint ugye Kölcsey ezen a napon, tehát 1823-ban, január 22-én tisztázta csekén a himnusz kéziratát. Ezért ünnepeljük 1989 óta, most már idestől a közel, már még nem 30 éve, a Magyar Kultúra Napját ezen a napon. De ugyanúgy elmondhatjuk, hiszen a himnuszhoz kötődik ez az ünnep, hogy gyakorlatilag ez a magyar kultúra ünnepe egyben a himnusz ünnepe is, és nem véletlenül nemzeti imás ünnepe, nem véletlenül, hiszen a kultúra egy nemzeti érzületének a leghitelesebb, legfontosabb kifejeződése. Nemzeti imánk pedig éppen a kultúrának a legtisztább, legfontosabb megjelenítője. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyai és szellemi értékeinket. Hát ez minden évben, ezeken a napokon, Kárpátalja szerte megünneplik a Magyar Kultúra Napját, és én is úgy érzem, hogy itt kell lennem, mert a következő generáció, aki felnő, ezt át kell adnunk nékiek, és ezek a megemlékezek, ezek a koszorúzások, ezek adnak lehetőség és alkalmat, hogy a fiatalok is, ahogy felnőlnek, tartsák meg a magyar identitást. És a himnusznak óriási jelentősége van, a nyelv, a kultúra, és ma az iskolákban is mindenütt megemlékeznek, és a gyerekek eléneklik a himnuszt, amit annak idején Kölcsey Ferenc megírt. A himnusz megírásának évfordulója alkalmából Beregszázon tartották konferenciát az Európa Magyar Házban. A konferencián a magyar nemzeti himnusz kulturális és történelmi jelentéséről Móricz László tartott előadást. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét jelen lehetek az Európa Magyar Házban, képviselve a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságát. A fő cél ez az előadás volt, és ebben az előadás keretben a himnuszról fogok egy rövidebb előadást tartani, fogom Pomogács Bélának az előadását fogom felolvasni. Ami a himnuszról, a himnusz történetéről és a magyar nép életében való fontosságáról szól. Akkor, amikor himnuszról beszélünk, akkor én azt hiszem, hogy általában minden himnusz egy-egy nemzetet takar, maga mögött egy nemzetet tud, és különösen a magyar himnusz, ez nem csupán csak Magyarországnak, hanem az egész világon élő magyarságnak a közös imádsága. És akkor, amikor a himnuszról beszélünk, akkor feltétlen meg kell, hogy említsem azt, hogy egyetlen országnak sincsen a himnusza úgy imába fogdalva, mint ahogy éppen a magyar himnusz. A konferencia résztvevői nem csak a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság alelnökének előadását hallhatták, hanem a Bátyai Művészeti Iskola és Ráti Énekar műveit is megtekinthették. Oh, it's all we have.
szerintem elég sokat kell, hogy számítson, bár most amilyen kevés fiatal van, aki ezzel úgy foglalkozik, azért több kellene tehát az iskolákban is több gyereket kéne arra buzdítani, hogy erre figyeljenek, és hogy a verseket, a himnuszt mindenki tudja. Nálunk minden éven van rendezvény, és a 13 aradi vértanúkról is mindig, minden éven kapunk külön előadást. A Magyar Kultúra Napja keretében a Munkácsi Várban is koszorúzással emlékezték meg az ünnepről Hunyadi Mátyás király emléktáblája mellett. Ma pedig úgy döntöttünk, hogy eljövünk, megkoszorúzzuk Mátyás király domborműves emléktábláját, amit 2008-ban állítottunk föl. Tehát Mátyás királya kapcsolatban egyik legismertebb figurája a Kárpátalján, most független a ruszinokra gondolok, vagy az ukránokra, vagy a magyarokra, mert nagyon sok legenda, monda fűződik hozzá, amit a néprajzosok, folkloristák felgyűjtöttek, és hát ez is egy közös összekötő kincs az itteni népek körében. Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, Kölcsey Ferenc himnuszának születésnapját. Na és ehhez kapcsolódik az az esemény is, amit a mai napon, amin részt vettünk a mai napon, Mátyás király emléktáblájának a megkoszorúzása, hiszen a magyar történelem nagyon fontos része a Munkácsi Vár, úgy szintén a Rákócziak, a Zrínyiek, Petőfi, tehát szinte a magyar kultúra és a magyar történelem szoros összefüggésben van a Munkácsi Várral, ezzel a gyönyörű épülettel. Munkácson a magyarság fennmaradt, azt köszönhetjük ezeknek a nagy személyiségeknek, és annak is, hogy hát a kultúra napján azért megpróbáljuk összegyűjteni azokat az élményeket, tapasztalatokat, amelyek a magyarságunkhoz kötődnek. Na és hát milyen kellemes az, hogyha mi egy ilyen nagy hős királynak az emlékének tudunk adózni. Ma is, a 21. században, és át tudjuk adni mi idősebbek, a fiatal korosztálynak azt az emléket, azt a tapasztalatot, amit a mi magyarságunk jelent itt, ezek között, a falak között. Kovács Vilmos, a Munkácsi Várban. Nagyasszony, én most követségben járok. Meghajtom, látod előtted főmet. Leráztam kint a port, a híres Kárpátok őszítő porát, sporát az időnek. Jöttem a kéklő Latorca völgyében. Mögöttem hegyek, s három nagy század. Jöttem, és üszökbe, vértócsákba léptem, míg végre feltűnt a hegyen a várad. Jöttem, mint ahogy az időben járnak. Megnyíltak nekem kapuk és ajtók. Érintésemtől a holtak talpra álltak, s várják, hogy színed előtt térdet hajtok. Szólok hát, halljad, Tököli hitvese, Rákóczi anyja, te, aki láttad a Labanc seregek futását. Hitted-e, hogy fel kell adni egyszer majd a várat? Hitted-e, mikor melléd állt a portas kuruckard villant, igazságosztó, hogy a hősök feje véresen hull porba? S a vége majtény és rodostó. Láttad-e majd a csillagok szemével a folyót, mikor vérünktől áradt? S láttad, hogy birkóztunk a 300 évvel, míg be nem vettük börtönné lett várad? Nagyasszony, nézz szét, nézd meg a sereget. Koldusok földjén verődött össze. Az idegen korbács ütötte sebeket, száz sajgó sebet. Gyógyítani jössz-e? Jössz-e, ha hívunk? Jössz-e majd, ha kérünk, a világ előtt tanúként valva, hogy a szabadságért nem sajnáltuk vérünk. Ontottuk néma porba, síró dalba. Nagyasszony, szóltam, bocsáss hát el mostan. Kísérjen vissza csillagos két szemed, áldásod,
hogy a lágy kenyérre elhozzam, amelye kemény rögökből vétetett. У наступному випуску – фестиваль гентишів на Закарпатті, католицький КВК для молоді, програма за обміном між університетами України та Німеччини, благодійний бал у Берегові.